Jó napot kívánok Isten áldásával. Tisztelt hallgatóság! Hölgyeim, uraim, magyarok! A mai napon a készülő könyvemből szeretnék megosztani önökkel néhány gondolatot, nem mindent, mert az nagyon sok lenne. Ez a könyv azt a címet viseli, magyarázatok. Ebben nagyon sok minden benne van, most csak a zsidó Biblia Tóra részéből, az Új Szövetségből és az őseink mostanáig élő magyar szavaiból, a szumírok szavaiból fogok néhányat bemutatni. Kérem, a Bibliát az 1972-ben kiadott és 1976-ban könyvalapban megjelent katolikus Biblia mondataiból fogom idézni. Azért tettem föl ide ezt az írást, hogyha valaki el tudja olvasni, az követheti az előadásomat, és azért, hogy pontos idézetek legyenek, mert nem szeretném, ha szó írni a váz elejét. Kérem, a zsidó Tóra az az öt könyv, amelyet Mózesnek tulajdonítanak, bár sokan ezt kétlik, Babilonban került leírásra 600 évvel Jézus születése előtt a babiloni fogságban, amikor a Sanhedrin, a zsidó főpapság elrendelte, hogy írják le ezeket az úgynevezett ősi mondásokat. Kérem, ez a Tóra úgy készült, hogy tulajdonképpen Babilonban a zsidók hozzáfértek a szumírok, azaz a kosok és a káldeus őseink Bibliájához többek között. És onnan másolták le, de átalakították a saját apajogú szájuk íze szerint. Ugyanis a mi népünk anyajogú nép. A két nép között óriási különbség van, mind társadalmi felépítésben, mind pedig ideológiában. A mi népünk anyajogú nép, ami azt jelenti, kérem, hogy a nő és a férfi egyenjogú. Ezt egyébként nagyon egyszerűen meg tudjuk nézni, mert nekünk van egy 6000 éves szavunk, amely úgy szól, hogy feleség. Kérem, a feleség azt jelenti, hogy a nő ugyanolyan joggal rendelkezik a törvény előtt, és a fele része az egész gazdaságnak az övé. Ugyanakkor a mi népünknél ezerig Szent Istvánnak nevezett vajkik, amikor is rákényszerítették a magyarokra a zsidó kereszténységet, nem volt apajogúság. Nálunk egyenlőség volt a testvérek között azzal a kitétellel, hogy mindig a legkisebb vitte tovább az apai örökséget. Ezt nagyon jól érzékelhetjük a népmeséinkbe, mert számtalan olyan népmesénk van, ahol a szülőknek három gyereke van, és mindig a legkisebb a sikeres. Ugyanakkor a zsidóknál az első szülöttség a döntő. Az első szülötté a jog, méghozzá a pallos jog. Az első szülöttnek a leszármazói a felsőbbrendűek, és minden többi testvér csak felét kapja annak, amit az első szülött kap. Ugyanakkor náluk nincsen női istenség, csak férfi.
Hogy ez miért fontos, majd fogjuk látni. Kérem, az első ilyen dolog az ember teremtése. Ez a Genezis, az a Tóra, mint öt könyv, ugye öt könyvből áll, a Genezis a teremtés történet, a kivonulás, az első törvénykönyv, a számok könyve és a második törvénykönyv. A Genezis második versében írja le a zsidó Tóra az Isten teremtését, biztosan mindenki hallotta már, de annyi, hogy az Isten földből megalkotta az ember, természetesen férfi, és az orrába lehelte az élet leletét. De aztán rájött, hogy nem lesz neki jó egyedül, és megalkotta Évát az egyik oldalcsontjából. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, kérem, hogy a zsidóknál a nő teljesen alsórendű, semmi joga nincs. Nem csak nálunk, de minden sími népnél, így most az araboknál is. Kérem, a nők nem mehetnek be a templomba, a nők nem mehetnek oda, ahol a férfiak tanácskoznak. De ez abban a Bibliában, ami a mi ősi Bibliánk, a szumeroké, nem így volt leírva. A mi ősi Bibliánkban ez úgy van leírva, hogy Isten megteremti az embert. Kérem, ismerős ez a szó, mert ma az át E betűre cseréltük, és ember lett belőle. Kérem, az ember egy általános szó, a magyarban, ha emberről beszélünk, akkor beleértjük a férfit, a nőt és a gyereket is. Az ember az ősi szavunk, illetve inkább kifejezésünk, mert két szóból áll. Az első szó az em, az emű, a nő. A második szó a bár, a párja. Vagyis a mi ősi Bibliánk szerint Isten ember párt teremtett, nem egymás alá, hanem egymás mellé rendelve. A következő ilyen dolog a teremtés történetben a Káin és Ábel története. Erről azt kell tudnunk, hogy Káin földművelő volt, Ábel pedig pásztor. Kérem, a földművelés egy nagyon nehéz munka. Az arca verejtékével hozta létre az ennivalót, az életnek a lehetőségét. Míg a pásztor ott üldögélt, a hűvösödés nézte, hogy legel a nyáj. Kérem, ebből mi látszik? Az látszik, hogy azt írja le a zsidó Tóra, hogy Káinnak az áldozatára nem nézett az Isten, hanem csak Ábelére, és ezért megölte Káin Ábel. Na kérem szépen, ez azt jelenti, hogy a zsidók mélységes gyűlölettel néznek a parasztra, és minden olyan emberre, aki kreatív. De szeretik elvenni a másikét, és tetszelegni abban, hogy ők hozták létre. Akár pénzzel, akár csalással. Mert ezzel azt akarják az embereknek bizonyítani, hogy ők a világ esze. Pedig ez nem egészen így van, mert ez csak azok veszik be, akiket elbutítottak. Kérem, Káin és Ábel neve eredeti szumír, azaz ős magyar név. Káin az annyit jelent, mint a termények kapuja. A K az ősi nyelvünkön kaput jelent, szumírul, és az in az lent, vagyis növény. Tehát a Káin a növények kapuja, vagyis növénytermelő. Az Ábel az szintén két ősi szóból tevődik össze, ez pedig nem más, mint az ab, az apa,
Gondoljunk Abba Sámuelre. És az él, az most is ugyanazt jelenti, mint akkor, él, élő. Tehát az Ábel élő apa. Ha most tovább megyünk, akkor Melkizedekhez érünk. Kérem, Melkizedek az még a Siló Bibliába is úgy írják le, hogy Sólyma királya. De ez nem Sólyma, hanem Uru Sólyma, ami azt jelenti, hogy Sólyomnak a városa. Ugyanis Melkizedek szkíta volt, hiszen a ma Palesztinának nevezett, akkor pedig a ott lakó népek szkíták voltak, hiszen még Nagy Sándor idejében is szkitopoliszokról beszélnek. Kérem, Melkizedek Sólyom városnak, azaz Uru Sólymának volt a királya, és egyben főpapja. És most ezt az Uru Sólymát Jeruzsálemnek nevezik. Kérem, amikor volt egy kis csetepaté, Ábrám, mert akkor még így hívták Ábrámot, Ábrám és egy másik törzs között, és Ábrám nyert, akkor Uru Sólyma királya Melkizedek fogadta őt kint a város előtt, és még a zsidók sem merték azt leírni a Bibliájukba, hogy ő áldozott. Kérem, azt írták, hogy kenyeret és bort mutatott be a magasságosnak, tehát nem áldozott úgy, mint a sémik. Mert ugyanis tudni kell, hogy az áldozat és a magyaroknál, illetve a szkítáknál dió áldomás között óriási különbség van a kettő, pontosan ellentéte egymásnak. Az áldozat az, amikor valaki leöl akár embert, akár állatot, azt felteszi az oltárra és elégeti az Istennek ajánlva, annak érdekében, hogy a jövőben az Isten segít neki. Az áldomás egészen más. Az áldomás az, amikor egy lakomát készítenek elő, és azon áldomást isznak, annak az örömére, ami már bekövetkezett, tehát megtörtént, nem a jövőre, a múltban. Ilyen áldomást szoktak inni a magyarok akkor, amikor valaki megszületik, amikor már megszületett, amikor megházasodott, amikor meghalt, kérem, halotti tor, és amikor valamilyen dolgot, például kötöttek egy szerződést, de megkötötték. Mert az áldomás az nem más, mint megköszönés. Nem kérik az Istent, hanem megköszönik azt, amit tett. A kettő között óriási szemléletbeli különbség és gyakorlati különbség van. A zsidók, illetve a sémi népek mindig áldoztak, a szkíták pedig áldomást vittak. Kérem szépen, most térjünk át Ábrahámra. Eredetileg Ábrahám neve Ábrám volt. Most is tudjuk, hogy mit jelent az, hogy Ábra, de hogy valóban mit jelent, azt az ősi szumír szavunk mondja meg. Az Áb, mint előbb is mondtam, apa, atya. És a Rám, az pedig mérték, vagyis az Ábrám, az az apa mértéke, az apa szerint készült. Tehát ez az első dolog, amit Ábrahámról tudni kell. A második dolog az, hogy Ábrám 86 éves korában
kapta meg Izmaelt Hágártól, mert a Sárai, mert így hívták még akkor a feleségét, nem tudott gyereket szülni. Kérem szépen, ezzel a Hágárral kapcsolatban azért nagy tévedések vannak a Bibliában, mert ugye ezt úgy írják le, hogy egyiptomi szolgáló. De hogyha megnézzük az 1000 év előtti zsidó írásokat, ott egész más találunk. Ugyanis nem Hágár volt oda leírva, hanem H-G-R. Mivel a héberben mással hangzó írás van. A régi zsidó írások kitételben még meg is jegyezték, hogy ez a H-G-R mit jelent. Ez hungárt jelent, vagyis a mi népünket. A következő dolog, amit tudni kell, az az, hogy 99 éves volt Ábrahám, amikor körülmetélkedett az Isten parancsára. Ekkor Izmael 13 éves volt, és az egész háza népét körülmetélték, Izmaelt is. És ekkor szövetséget kötött az Istennel, aki megígérte neki, hogy megsokasítja imadékait. Kérem, Izmael neve is eredeti szumír, az az ősi magyar név. Az íz, az az Istent jelenti. Méghozzá hogyan? A szumíroknál az Istennek két neve volt. Az egyik az Isten, amelyik a láthatatlan, megfoghatatlan isteni erőt, az isteni lelket jelentette. A másik pedig az Isten, amelyik ezt megszemélyesítette. Tehát személyessé tette, ember közelivé. Az íz tehát az isteni lelket jelenti, a ma az a nagyot. És az él a szintén ugyanúgy, mint most él. Tehát Izmael neve nem más, mint a nagy, isteni, élő lélek. 100 éves korában megjelent Ábrahám, illetve most már Ábrahám, tehát nem Ábrahámnál az Isten angyala. És hogy miért lett Ábrahám? Azért lett Ábrahám, kérem, mert amit elvettek neki a testéből, azt hozzáadták a nevéhez, azt a hámat, ezt a bőrigát. Ezért lett Ábrahám a neve Ábrahám helyett. Tehát megjelent nála az Isten angyala, és bementek a sátorba, és ott közölték vele, hogy fia fog születni. Na, mivel mondtam, hogy a férfiak tárgyalásánál nem lehettek jelen a nők, Sárai sem volt jelen, hanem kinn a sátoron kívül hallgatózott. És amikor meghallotta, hogy neki gyerekek fog születni, akkor egy nagyot nevetett. Ezért aztán az Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy a gyerek neve Izsák lesz, azaz magyarul Izsák. Ez héberül nevetést jelent. A továbbiakban, hogyha nézzük ezt az egészet, akkor azt látjuk, hogy ekkor újra szövetséget kötött az Isten Ábrahámmal, és megígérte, hogy Izsáknak a utódait is megsokasítja. Mert kérem, a zsidók szerint az Isten szíre szóra kötözgette az egyességet Ábrahámmal. Hát ez az utóbbi nem nagyon sikerült, mert az Izmael, vagyis az izmaeliták ma 1 milliárd 500 millióan vannak, a zsidók meg annyian, mint mi, 15 millióan. Na, kérem szépen! Amikor Izsák kezdett növekedni, akkor összevesztek Izmaellel, és ennek következtében elkergették
az Izmáját és az anyját, Hágárt. Kérem szépen, ez tulajdonképpen egy olyan kitétel a Tórában, aminek következtében az izmáliták és az arabok, illetve az arabok, akik az izmáliták és a zsidók között kibékíthetetlen ellentét jött létre, annak ellenére, hogy ők testvérnék. Miért? Azért, mert a zsidók azt állítják, hogy Izsák az első szülött, annak ellenére, hogy Izmael 13 évvel előbb született. És ezt azért állítják, mert azt mondják, hogy Izsák Sárától, ekkor már Sárának hívják, született. Az izmáliták meg azt állítják, hogy ha hát Izmael az első született, hiszen 13 évvel korábban született. Igaz, hogy nem Sárától, de az apja Ábrahám. Na kérem szépen, ezt az ellentétet nem lehet feloldani, és nem is fogják tudni ma sem. Itt beszélnek arról, hogy palesztinok és zsidók. Soha nem lesz béke közöttük, azért, mert a palesztinok ugyanolyan sémik, mint a zsidók. Tehát, ha valaki itt antiszemitizmusról beszél, akkor ne keverje össze a dolgokat, mert mind a két nép szemita. A következő, amit meg kell említeni Ábrahámmal kapcsolatban, és ami nagyon, de nagyon kihat ránk, az pedig az Ábrahám áldozata. Isten megkérte Ábrahámot, hogy áldozza föl Izsákot. Ő el is ment, mindent előkészített, ahogy itt látjuk, és már ebben leszúrta, amikor le akarta szúrni, amikor megjelent Isten angyala, és azt mondta, hogy ne, hanem ott van a kos, azt szúrd le. Kérem, ez egy jelkép, mint ahogy előbb elmondta az előttem előadó. Ez egy jelkép. Méghozzá milyen jelkép? Olyan jelkép, hogy a zsidóknak az ellensége a kos népe. Nem kus, kos, kérem. A nyugatiak és a finnugorosok minden óbetű szavunkat óbetűvel kezdtek elmondani. Ilyen például a kusok, ők nem kusok, hanem a kos népe. Miért? Azért kérem szépen, mert a kos volt a jelképük. Ma a British Múzeumban található, az az 1 méter 70 cm magas aranyból készült két lábon álló kos, rackajú, amelyik az életfa előtt áll. Ez volt Úr városának a jelképe. És ezért került be ide a Bibliába így. Ugyanis minden zsidó tudja, hogy a szkíták az ő ellenségei. Csak ezt mi nem tudjuk, mert elfelejtették velünk ezt közölni, ugyanis a papok, a zsidó keresztény papok mindenről beszélnek, csak a lényegről nem. Hiszen Szent Istvánnak nevezett bajt idején a magyarok 15%-át írtották ki azért, mert nem akarták az ősi Jézus hitű kereszténységüket nyugati kereszténységre váltani, és nem csak ezt tették, hanem majdnem kiirtották az egész Árpádházat, mert Vazulnak csak 3 fia menekült meg, akik Kijevbe mentek a rokonokhoz. Kérem, ezt eszünkbe kell vésni, ezzel kapcsolatban lesz még más is itt. Kérem, a következő ilyen dolog, amiről beszélni szeretnék, az Jákob. Jákobról azt írja a Szentírásnak nevezett zsidó biblia,
hogy harcolt az Istennel, és miután az Isten nem tudta legyőzni, akkor megérintette csípőjét, és az kifizamodott, és ekkor azt mondta neki, hogy ezután téged ne Jákobnak, hanem Izraelnek hívjanak. Na kérem szépen, ezzel kapcsolatban a következőt érdemes tudni. Amikor a zsidók elfoglalták Kánaánt, amely Kánaán szó is eredeti szumír szó, Ká az kaput jelent, az An pedig az eget. A Kánaán az nem jelent mást, mint az ég kapuja. Így hívták ezt a földet, amelyet Szkíta név lakott, amiket a zsidók Jezubeitáknak, Kavélejaiknak, Hivitáknak, Hetitáknak hívtak. Kérem, elfoglalták ezt a földet, és kiirtották Izrael, mert így hívták az itt lévő Szkíta nép összességét, Izrael 12 törzsét. Átvették a nevüket, a törzsek nevét is, és a hitjelképüket is megmásítva. Mi volt a hitjelképe ezeknek az izraelitáknak? Ugyanaz, mint a szumíroknak, a kosoknak és a káldeusoknak. Ez a hitjelkép nem volt más, mint két háromszög egymásban, középen a nap, és alatta a félhold. Ebből vették át a zsidók a hatágú csillagot, és a többit azt nem. Mit jelentett ez a jelkép? Kérem, ez a jelkép azt jelentette a két háromszög egymásban, hogy amilyen a berendezkedés a mennyben, olyan a földön is. Apa, anya, gyerek, fiú, család. Középen volt a nap, amely megtestesítette azt az isteni erőt, azt az isteni összetartó erőt, amely ezt a háromságot összetartotta, vagyis ez volt a Szentlélek. És alatta a félhold pedig a boldogasszony, az Inanna. Kérem, amikor a magyarok a Kárpát-medencébe visszajöttek, nem mind, mert nagyon sokat itt laktak, mint őslakosok, akkor a magyarok, mint Jézus hitű keresztények, nem úgy vetettek keresztet, hogy az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek nevébe amen, hanem az Atyának, az Anyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe amen. Kérem szépen, azért, mert ez a három egyistenséget jelentett, és ezt az egyistenséget a Szentlélek, a nap mögött álló isteni erő tartotta össze az ő hitük szerint. Tehát tulajdonképpen a hatágú csillagot is lopták, mint minden mást. Menjünk tovább. Nézzük meg azt a hitételt, miszerint az a zsidó, akinek az anyja zsidó. Mert ezt a furmányos törvényt hozták a zsidók arra vonatkozóan, hogy ugye Hágárnak a fiát kitaszították. Hát, hogyha megnézzük a családfákat, akkor azt látjuk a Tórában és egészen végig az Ószövetségben, hogy a nőkkel egyáltalán nem foglalkoznak, csak mellékesen, nem mondják meg, hogy ők kicsodák. Mindig csak a férfiakat hozzák előtérbe. Ha kérem, tüzetesen megnézzük a Bibliának ezeket a részeit, akkor azt fogjuk látni, hogy minden főemberük felesége nem zsidó volt. Vagy hetita, vagy arámi, vagy egyéb. Így például Salamon és az ő apja is erőteljesen félvér volt annyira,
hogy sokkal több volt benne az idegenvér, mint a zsidóvér. Például Salamon majdnem egészen hetita és malmita volt. Tehát nem igaz, hogy ezek zsidók voltak, mert az egyiknek se volt az anyja zsidó. Salamonnak például Betszabé volt az anyja, aki előzőleg ő szerintük óriásnak, de valóban óriás, mert hatalmas termetű vezér volt. Annak a felesége volt, és azt szerette el úgy, hogy megölette óriást. Kinn a családban. Tehát az nem igaz, hogy ezek zsidók voltak. Nem. Egyszerűen nem igaz, az ő törvényük szerint nem igaz. Most térjünk át az Új Szövetségre. Kérem, az Új Szövetséget nem előről, kissé inkább hátulról fogom kezdeni, méghozzá azzal, amikor Jézust elfogják. Akár Máté, akár Márk, akár Lukács, akár János evangéliumát nézzük, azt látjuk, hogy amikor Jézust elfogták, van egy olyan leírás, hogy az első háromnál, amelyiknek egyébként majdnem ugyanaz az evangéliuma, néhány kis részletben tér el, csak János evangéliuma tér el erősen ezekről, de mind a három azt írja le, hogy a főpap szolgájának fülét levágták. János úgy írja, hogy Péter vágta le, a többi meg általában. Kérem szépen, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Jézus tanítványaiból 11 darab galileai volt. Mert ezekről ír az Ószövetség úgy, hogy fegyvert hordanak, és állandóan edzik magukat. Kérem, mit jelent az, hogy galileai? Abban az időben, Jézus idejében Galileát el Guillaume-nak, vagy Galilea Guillaume-nak hívták, ami a mostani szavunkkal azt jelenti, hogy a golyok földje. Ugyanis a zsidók nagyon jól tudták, hogy Galileában nem zsidók élnek, hanem amikor a zsidókat elvitték a babiloni fogságba, akkor népcserét hajtottak végre, és Babilonból egy nagy részét az ott lévő szkíta népnek elhozták ide Galilea részre, ami Palesztinának az északi része. Középpen a szamaritánusok laktak, azok pedig őslakos szkíták voltak itt. Hiszen a zsidók, ha valaki ismeri a Bibliát, nagyon jól tudta, nagyon, de nagyon gyűlölték a szamaritánusokat. És délen, legdélebben volt Júdea. Kérem, nagyon jól tudták a zsidók, hogy Jézus nem zsidó. Ugyanis ő zsidó vallásunk volt, de nem volt zsidó fajú. Miért volt zsidó vallású? Azért kérem, mert születése előtt 130-140 körül volt a Makabeus fölkelés, amely nem spontán fölkelés volt, hanem a Sanhedrinnek az unszolására és annak a beható segítségével, mert ugyanis azt csinálták, hogy a nem zsidókat zsidó hitre térítették annak érdekében, hogy be tudják szedni a tizedet. Pénzről volt szó. Kérem, ennek következtében a galileaiak nagy része áttért a zsidó hitre, de a szamaritánusok nem. Ezért gyűlölték őket a zsidók. Jézust, amikor elfogták, akkor Iskariót, Júdás árulta el. Ő volt ugyanis az egyetlen zsidó tanítvány. A többi mind szkíta volt, galileai. Most
mindig azt mondják, hogy Iskarióti Júdás, azért Iskarióti, mert Iskarióti született, kérem, tévedés. Palesztinában ilyen hely melyik nincs. Viszont az Iskariót héberül azt jelenti, hogy áruló. Tehát ő neve Júdás, és megkapta ezt a jelzőt, hogy áruló Júdás. Amikor Jézust keresztre feszítették a Golgotán, a Koponyák hegyén, akkor oda a kereszt közelébe csak nőket engedtek. Igen ám, de a kereszt alatt ott volt János, az evangelista és a szeretett tanítvány. Miért volt ott? Mert János fiatal volt, még nem volt szakálla, és nőnek nézték, hogy ott volt, az biztos, mert a tudósítása az megfelel a valóságnak. Ugyanis a másik három evangelista csak nagyjából tudósít erről a dologról is, másról is, mert csak hallomásból írták le, és akik ezt elmondták nekik, azok messze álltak onnan. Ők viszont Szűz Máriával és Magdalai Máriával, nem Mária Magdalénával, mert Magdala a magosok városa volt. Mag az a magos jelenti, da az a helynévnek a hozzátartozását, és la az pedig a látás. Tehát a magosok városának a látása. Magdalai Mária és János tanítvány, evangelista. Kérem, ez azért hiteles, mert Jézus, amikor a kereszten függött, akkor leszólt az anyjának, Szűz Máriának, hogy asszony, nézd a fiat. És ugyancsak mondta Jánosnak, te nézd az anyát, és ettől kezdve ott lakott nála. Másrészt, ő tudósítja azt, hogy egyáltalán nem mondott Jézus olyat, amit Máté, Márk és Lukács írnak le, hogy éli, éli, lama sabachthani, vagyis ő szerintük, én Istenem, miért hagytál el engem? Holott ez sem ezt jelenti, mert ez is egyébként szumír kifejezés, és egészen mást jelent. Kérem, csak annyit mondott Jézus, hogy beteljesedett. És ekkor meghalt. Na most nézzünk az utolsó vacsora jelenetbe bele. Az utolsó vacsoráról Máté, Márk és Lukács úgy tudósít, hogy a vacsora közben Jézus ugye, kenyeret és bort áld meg, és elmondja, ugye, hogy ez az én testem, ez pedig az én vérem. Kérem, de mást nem mondanak el ők, viszont János elmondja az igazat. És miért? Azért, mert addig, ameddig ez a három azt mondja, hogy valaki el, tehát Jézus mondja, hogy valaki elárul közületek engem, és megkérdezik, hogy ki az, és ennél a három evangelistánál az a felelet, hogy aki velem együtt nyúl a tálba. Kérem, mit mond János? Akinek a bemártott falatot adom. És miért ez a hiteles? Kérem, azért, mert nem tudom, hogy láttak-e közelről pásztorokat, gulyásokat, csikósokat, amikor esznek. Azok még a régi szkíta szokást tartották. Kérem, a régi szkíta szokás azt mondja, hogy a tálba csak a vezető ember nyúlhat bele. Senki más, ő osztja az ételt. Ezért hiteles János evangélistának a tudósítása, mert Jézus azt mondja, akinek a bemártott falatot adom. Tehát ő adja. És akkor tovább folytatja János evangélista, miután Júdás
átvette a falatot, elment. Ez azt jelenti, hogy az utolsó vacsorán nem vett részt. És ekkor mond Jézus valami nagyon fontosat, ami minden előző dolgot megsemmisít, amit vele kapcsolatban mondanak. Mit mond? Azt mondja, új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. De kérem, mikor mondja ezt? Amikor a zsidó Júdás elment, és csak az kíta fajú galileai tanítványok vannak ott. Ez azt jelenti, hogy ő a nemzettestvéri szeretetre hívta fel a figyelmet, és nem arra, hogy mindenkit szeressünk. Ez tévedés, mert Márk, Máté és Lukács evangéliumában le van írva, hogy ellenségeidet is szeresd. Jézus ilyet nem mondott. Nem igaz. És ha majd megnézzük Saul Pálnak a tevékenységét az apostolok cselekedeteiben, akkor mit látunk, kérem? Azt látjuk először is, hogy Saul Pál tudósítója, aki nem más, mint Lukács és Márk, mert ők voltak vele, ők voltak, akik leírták az apostolok cselekedeteit, amiben érdekes módon Péterről alig van szó, de őről aztán nagyon sok. Kérem, leírják a Galatáknak írt levelét, és a többi levelet is, és ebből kettő nagyon fontos, mégpedig melyik. A Galatáknak írt levélben leírják, hogy Saul Pál nagyon kiakadt akkor, amikor a Galaták más evangélium után kezdtek menni. Más evangéliumot fogadtak el. Olyannyira kitér a hitéből, hogy megfenyegeti őket, hogy ha nem ezt az evangéliumot hiszik, akkor legyenek átkozottak. A következő ilyen helyen pedig azt mondja, hogy az elméteket is a mi hatalmunk alá veszünk, és hogyha nem, akkor erővel is rákényszerítünk arra, hogy ezt higgyétek. Kérem, ez nem más, mint az inkvizíciónak a magja, zsidó gondolkodás. És ez az inkvizíció létre is jött, amikor államvallássá tették a katolikus vallást Nagy Konstantin idejében 300 körül. Na most itt a jelképekről az előttem előadó mondott jó néhány dolgot. Valóban a hunoknak kutya volt a jelképe, az egyik jelképe, és kérem, az inkvizíciót egy hun pap alapította, ugyanis kik voltak az inkvizitorok? Hogy hívták őket? Domonkosok. De azt csak magyarul hívták domonkosoknak, őket dominikánusoknak hívták. És a dominikánus az az úr kutyája. Kérem szépen, tovább menve Saul Pál dolgaim, ugye azt írja a Szentírás, hogy Saul Pál a damaszkuszi úton tért meg. Na kérem szépen, hát ez egy jó kimódolt hazugság. Tudni kell, hogy Damaszkusz fővárossal vagy nagyvárossal, Szíria is a rómaiak tartománya volt. Ugyanúgy, mint Júdea, de köztük volt Szamaria és Galilea, ami viszont nem volt római tartomány. Az pártos birodalomhoz tartozott. Kérem szépen, hát Saul Pál
nem mehetett át Damaszkuszba, a Sanhedrin által fölfogadott katonákkal, mert a Sanhedrin által fölfogadott katonák, azok tulajdonképpen zsidó katonák voltak, és őket megszállták a rómaiak. A rómaiak viszont nagyon, de nagyon vigyáztak arra, hogy az egyik tartományból a másik tartományba a tartományi katonák ne mehessenek át. Olyannyira vigyáztak, hogyha ezt megtették, azonnal lemészárolták őket. Tehát az, hogy ő elment a damaszkuszi útra és ott megvilágosodott, az kérem szépen egy hazugság. Elmehetett Kumránba, amelyik Jeruzsálemtől körülbelül észak-keletre van olyan 30 kilométerre, oda elmehetett, de Damaszkusz felé nem, kérem szépen. Az egy tévedés, vagy valóban egy félrevezetés. Most kérem szépen, akkor térjünk át a ma is élő szumír szavainkra, amelyek inkább, ha a mai szavakat megnézzük, kifejezések, mert több szóból állnak. Kezdjük ABC sorrendben. Hát itt van az Abba, amit már mondtam, az apát, atyát jelent. Vagy nézzük meg az Ábrahámat, amit már elmondtam, tehát az Ábra és Hám. Vagy nézzük meg a Kába követ. Kérem szépen, minden muszlim arra vágyik, és azt akarja, hogy elmenjen Mekkába, megérítse a Kába követ. Miért? Azért, kérem szépen, mert a Kába kő egy eredeti szumír szó, ugyanis a kő eredetileg, így hívták akkor is, 6000 évvel ezelőtt, a Ká az kapu, mint mondtam, és a Ba az pedig az atya. Tehát a Kába kő az atya kapuja. Vagyis ezen keresztül lehet bejutni a 7. paradicsomba. Ilyen egyszerű. Vagy pedig nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy pirkad. Ma már nagyon sok helyen pirkadnak nevezik, de vannak olyan helyek, ahol még pirkadnak. Mit jelent ez? Kérem, tudjuk, hogy amikor föl kell a nap, arra mondja a magyar, hogy pirkad. A pír az a napot jelenti, a ká az a kaput, és an az eget. Vagyis a pirkad azt jelenti ma is, amit 5000-6000 évvel ezelőtt, a nap kilép az ég kapuján. Vagy nézzük meg a következőt, például angyal. Ezt az őseink G-vel mondták, ugyanúgy, mint a palócok, mert hogyha valaki járt a palócoknál, akkor tudják, hogy a gyengét a palócok gyengének nevezik. Az angyal eredetileg angál volt, az an az az eget jelenti, mint előbb is mondtam. És a kála az nagyot. Vagyis az angyal nem más, mint az égi nagyság. Vagy itt van például a turul. Az előttem lévő hun szórend szerint magyarázta, de a hunok azért jó 2500 évvel kezdtek éledezni, mint a szumírok, és az eredeti szó, a turul, az azt jelenti, tur az kicsi, mint turkeve, kiskeve, és az ullu, az fény, vagyis a turul, a turullu, a kisfény, az új fény.
a fényrekelés. Ugyanúgy, mint ahogy a karácsony. Ő szintén a hun etológiai szerint mondta feketéről világosra. Kérem, a szumír pedig azt mondta, hogy gurusuny. A gur azt most is értjük, gurul, guriga, fordul. A suny pedig fény, vagyis fényre fordul, fényre kell. Ezt jelenti a karácsony szavú. Ami egyébként egyedülálló az egész világon, mert senki más rajtunk kívül nem mondja ezt. Ugyanígy a feleség is egyedülálló szavunk, amit már előzőleg mondtam, mert soha semmi nép nem mondja ezt, hogy feleség. Nincs a szótárában. Csak a magyaroknak. Mert a magyarok szkíta leszármazó. És eleve így éltek. Vagy ha tovább megyünk, például a sátán, a tan, az azt jelenti, szumérul, hogy erő, valaminek az elfogadása. A sát pedig sötétet jelent, a sátán az rossz tan, rossz erő. A sátin, az pedig a tin az életet jelenti, sátin rossz élet. Vagy például a titok, ugye előbb a tin, az az élet. Ti itt is az élet, és a tok az a dug. Tehát életet eldug. Kénytelen vagyok egy kicsit lopni. Például itt van a szármata. A szármata az nem más, mint gazdag föld. A szaka az pedig a vezető nép. Vezető kapu tulajdonképpen, mert a kapun keresztül lehet vezetni. Vagy például itt van az érdekes részlet, amit kihagytam eddig, az Ószövetségből, ez pedig nem más, mint Mózes születése. Kérem szépen, aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy nádkosárba tették, és a Nílus vizét megtalálták. Hát kérem szépen, ez egy nagyon szép mese, de valóban mese, csak az a baja, hogy kétszeresen lopott. Annak idején az akkádoknak az első királya Sargon volt, Sargon, és őről írták le 1700 évvel ennek a tórának a létrejötte előtt, hogy őt az Eufrátesz vízén találták nádkosárban. Aztán bekerült Lugalzákis, akkor is kint a király udvarába, azt meggyilkoltatva átvette a hatalmat. Igen, de ez is lopott, mert ezelőtt 1000 évvel már a szumíroknál ezt leírták. Tehát gyakorlatilag 2700 évvel a zsidó tóra előtt leírták ezt az esetet. Úgyhogy ezek a szavak, amiket elmondtam, ezek 5-6 ezer évesek. Csak mi nem tudjuk hozzárendelni azt, amit eredetileg jelentett. A pírnek van egy másik változata is, a pár. Ilyen gondoljanak a parázsra. Most is élő szavunk. Vagy itt van a Kárpátok. Kérem, a kár, az kart jelent, ma is kart jelent. A pá, az apát, pásztort.
És a Kárpátok az nem más, mint a pásztor, az Isten ölelő karja. Hogy itt van az Árpád szavó. Ugye finnogörösta történész urakon Árpácskának és mindennek elmesélték, hogy az eredeti szumír szó az Árpád, kérem, az Ár, az most is vízárt, fényárt, emberáradatot jelent, Ár. A Pád pedig azt jelenti, hogy változni, felemelni, felmagasztalni. Tehát az Árpád a nép Ár által felmagasztalt, hát valóban hajra emelték, érem. Úgyhogy nem kell itt mellé beszélni, ezek az urak mindent jól tudnak elfertíteni. Vagy kérem, nézzük meg az északon lévő hegyeinket. Ott van Tátra, Mátra, Átra. Kérem, a Tátra eredetileg nem Tátra volt, hanem Tótra. A Tót az mindenki előtt ismert, aki egy kis történelmet tanult, hogy az egyiptomi írás istene, a Tót Isten. Tehát a Tótra, a Ra pedig a ragyogást jelentette ősi nyelvünkön. A Tótra az a Tót Isten ragyogását jelenti, de egyben erről kapták a tótok a nevüket, mert ugyanis akárki, akármit hirdet itt, kérem, a tótok nem szlávok. A tótok eredeti magyarok, kérem. Egészen, ha megnézzük azt a térképet, ahol Árpád idejében a belső gyepű ment, akkor a tótok a belső gyepűn belül éltek, márpedig ebben az időben a belső gyepűn belül csak magyarok élettek, senki más. Tehát a tótok nem szlávok, ez tévedés, csak összekeverik őket, mert egyszer István keverte össze a népet, mert félt a lázadástól, félbeszakította az egyes törzseket, és behozta a szlávokat is. Másodszor pedig Mária Terézia csinálta ugyanezt. És azért nem tudjuk megkülönböztetni, csak azok a tótok tudják magukról, ahol a családban apáról fiúra ment ez. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Sajnos vannak ilyen pillanatok, amikor az ember úgy vágja el, mint az ollóval, hogy hát ennyi volt. Úgyhogy ez is az a pillanat volt. Tudom, hogy Miklós bácsi is olyan témákkal áll elő mindig, hogy szívesen hallgatja az ember, de hát ugye ezek ilyen kötött időtartamú előadások. Pláne így, hogyha most itt kiderült, hogy a kiválasztott népről van szó. Én nekem volt egy rövid kis dolgozatom, amiben egyetértettem ezzel a kifejezéssel. Azt hiszem a jegyek hátulján, vagy volt egy szórólapom, egy ilyen leforelló, amiben írtam, amikor még készültem tavalyi bemutatóra az Istennek háttal című darabra, amiből sajnos nem lett semmi. Nem én akartam így. Szóval a lényeg az, hogy van a kiválasztott nép. És hát ha belegondolunk, a Jóisten is gondolom úgy csinálta, hogy kiválasztott valahonnan valamit. Na hát gondoljunk arra, hogy mi is, ha főzünk mondjuk egy lencsét, vagy valamit, kiválasztunk belőle valamit. Én arra gondoltam, hogy mi a beválasztott nép vagyunk. Az isteni szeretetbe beválasztott nép, ők meg valószínűleg a kiválasztottak. Valahonnan kiválasztották őket. Én így adtam magyarázatot a kiválasztott szónak. Nagyon jó a magyar nyelv, kérem tisztelettel. Ki? Kiválasztanak. Kiválasztották ki? Na hát nem akarom húzni az időt, mert ha Tar Mihály kedves barátomat megkérdezem, hogy most akarsz-e néhány szót mondani a együttesről, és akkor utána ők megcsinálják a kis műsorukat, majd
Dunyavász Zsuzsát fogjuk meghallgatni, jó? És itt ilyen lesz, jó? A csepeli hagyomány óvóhely, akiket itt hallottak, értelmiségiek éneklő köre, a szónak tiszta magyar értelmében értelmi és égi dolgokkal szeretnénk foglalkozni. Önként és dalolva jövünk össze hetente magunk kedvéért, és végig énekeljük az egész magyar hagyományos évkört. Tiszteljük és becsüljük a művészeket, a szerzőket, előadókat, meghallgatjuk őket, ha tetszik, meg is tapsoljunk. Mi csak magyar néphagyománnyal foglalkozunk, magyar népdalokkal jelesül. Néha egy kis kitérőt teszünk, mint az elején is, a tisztelt vendéglátóink kedvéért, amikor a déli harangszó ürügyén Nagybáncsai Mátyás 1500-as években írt krónikájából idéztük föl a minden magyar szívében ott levő tudást a déli harangszóról, hogy mit közünk van hozzá a tagadók ellenére is. Utána az a kis együgyű harangjáték pedig a karosi tarsolyok földjéről való bodrogközi gyermeki hangutánzókból válogattunk össze egy kis harangjátékot. A magyar néphagyományban tudjuk jól, szóltak és szólnak is majd róla, hogy bizony a hagyományunkat, a tudatunkat sokszor megnyírválták, épp a szent tüzeinket is, a szentelt vizeinkkel oltogatták, de hát ez messzire vezet. Kicsit kizökkent az idő, mert a előadóknak az elfoglaltsága nem volt most a dolog, hanem Cseiben vagy Gyulára. Utána készültünk egy blokkal, és ez most kerül előadásra. Talán nem baj, mert a szerzők sokoldalú és a hadi tudományokban és kutatásban is otthon van. A hun népek között, a magyar népcsoportok között a legerősebb hun azonossági rokonítási tudat ugye a székelyeknél van meg. Ez a kis csokrunk, székely népdalcsokor, méghozzá a székely katonanépnek a máig fönnmaradt katona kísérőjéből állítottunk össze egy csokrot. Kezdjük a időszerűvel, hiszen október 1-e ez a nap, és az első dalunk is októbernek 1-én lesz. Hallgassák meg a székely katona kísérőket. Októbernak, elsőjén, nem süt a csikarc falva a mezején. Elbúcsúzom a madártól, sorzától, azután a csikarc falvi lányoktól. Yeah.
madára az út szélé. Kék madára az út szélé. Kék madára az út szélé. Mind a kettő azt remegi. Mind a Oh,